Szia, Csabika! Hát te? Fúj, nyedd már le! Meg amúgy is mondtam, hogy vigyázz az alakodra. Na mindegy, azért jöttem, hogy szórakoztass. Tessék? Én is sokat segítettem már neked, úgyhogy most te jössz. Rossz napom volt, felbosszantottak, szórakoztass. De mindjárt itt lesz a Soma. Jó, ő majd élesbe, te meg elkezded. Oké, akkor mit csináljak? Még ne kérdezz vissza, legyél kreatív. Jó. Csabika, most ez komoly, kit érdekel, hogy a filmbeli űrhajók milyenek a valóságban? De miért? Szerintem ez egy tök izgi téma. Hogyha neked ez izgi, akkor most már értem, hogy miért nem megy a csajozás, de akkor se. Jó, oké. Szerintem Somának sokkal jobban menne. Mi is? Az én szórakoztatásom. És ha visszakérdeznél, hogy miért, azért, mert ezt szeretném, vagy mondhatjuk, hogy azért, mert ezt akarom. Szórakoztathatsz, de bókolhatsz is. Jó, legyen, látom, nagyon nagy a baj. Szép a hajad. Köszönöm, látod? Sokkal ügyesebb, mint te. Közel meg is volnánk. Most komolyan ennyi? Szerinted ennyi nekem elég? Van ott még benned bőven, mondjad. Fiam, mire nem akarok kiábrándítani, csak tudod, az mondja, a legjobb barátom ex-e vagy, és én sem vagyok éppenséggel egyedül, de szóval... De nem, most komolyan azt hiszed, hogy azt akarom, hogy hajts rám? Nem, egyáltalán nem. Ne higgyem? Ne higgy, jó ég, úristen, soha! Nem, tényleg csak rossz napom van, és nem akarok otthon ülni egyedül, mint egy kuka, és jó lesne, hogyha foglalkoznának velem, érted? Jó, értem. Igen, és te erre pont tökéletes vagy, mivel a volt barátomnak vagy a legjobb barátja, szóval nem kell félnem attól, hogy rám nyomulsz. Jó, hát ez esetben... szép a hajad. Köszönöm ezt az újszerű megállapítást, jól esik. Amúgy... Tudod, hogy mindjárt a nyakunkon a szalagavató? Úgyhogy lehet, hogy kéne gyakorolni, táncolni, nem? Minek? Mi az, hogy minek? És ez komoly? Na jó, kimegyek a mosdóba. Addig szedd össze magad, jó?
Köszönjük. Jaj. Lara, Lara, visszavisszük a limuzinos garázsba, nem jössz? Ez most nem fog összejönni. Viccelsz? Nem, most lesz egy megbeszélésünk a csajokkal, és nem mondhatom le. Majd megbeszélitek később. Utálni fogsz, de ez tényleg, tényleg fontos. Most utálsz? Nem utállak, de azért ez még benne lehetett volna a napban. Jó, majd legközelebb visszavisszük. Legközelebb. Jó, menjünk akkor. Hello. Szegény. Most nagyon megbántottad? Á, nem hiszem. Hát azért jöhetne mindig így, érted, a suliba. Igen, az nem lenne rossz, de mivel lekoppintottam, ez nem hiszem, hogy egy hamar bekövetkezik. De szegénykém olyan cuki volt. Igen. Most van fontosabb dolgunk, szerintem. Irány Mirához. Mira szerinted otthon van? Nem tudom, de van kulcsom, és nem félek használni. Na, észhez tértél, táncolunk? Ne haragudj, de ennek mi értelme van? Nekem pont elég lesz akkor, amikor elő kell adni ezt az idióta táncot. Nem akarom magamat ezzel feszíteni előtte is. De pont ezért kéne gyakorolni. Jó, ne haragudj, de eszembe sincs. Akkor én mehetek? Kivel? Hova? Hát veled, mármint hozzád táncolni gyakorolni. Na jó, Csabika, gyakoroljál anyukáddal, jó? Erre nem érek rá. De az előbb azt mondtad, hogy... Igen, de erre nem érek rá. Te táncolj azzal, akivel kiosztottalak. Jó. Soma meg táncolna velem, hogyha nem lenne ilyen, mindegy, hagyjuk. De figyelj, most hiába lebegteted itt a kezed, nekem semmi kedvem, figyelj. Ha engem nem kényszerítenek arra, hogy szabadidőmben táncoljak, akkor nem táncolok a szabadidőmben. Pont. Pont. Ez most komoly? A saját házamban? Mire jó vagy? Mi történt? Kificam adott, azt hiszem. Rá tudsz állni? Nem. Jó, oké, menjetek el, intézem. Figyelj, hazakísérlek, aztán kihívjuk a házi orvost, vagy valami. Jó. Köszönöm. Nem tudom, nagyon csúnyán néz ki, nem menjünk be vele a kórházba? Nem, elég, ha hazaviszel, tényleg. Köszi. Jó, oké. Beléd kerülhetok? Persze, gyere. Jaj. Jaj. De béna vagy. Álljátok, mi ez? Csak nem Mira jött meg. Szerintem ő beletalálna a zárba. Bezárod nekem, léci? Megvan? Igen. Ja. Mi a... Bocs, én csak... Jaj, nehogy már magyarázkodni kell, szerintem teljesen világos, hogy mi a helyzet. Csak hazakísértem. Ja, azt látom. De nem azért, megsérült. Tényleg? Hát már elég jól van. Persze, hogy jól vagyok. Láttam a posztokat, hogy mekkora buli van, szóval jöttem, hogy tudtam, meghoztam meglepít is. Csak segíteni akartam, esküszöm. Felesleges magyarázkodnom.
Jó, szerintem mi inkább megyünk. Igen. Jaj, hagyd már, mi csak most kezdődik a buli. Hát, Boton, ez nagyon fura tőled. Hagyjad. Fogjuk fel úgy, mint egy vizsgát, és megbukott. De nem már, legalább hagyd magyarázzam meg. Elesett, megsérült, és én meg hazakísértem, mert nem tudott lábra állni. Igen, látom. Megsérült. Csabi, figyelj, én a helyedben ezt inkább kikapcsolnám. Most miért? Mert ez nagyon gáz. Jó, Soma, legyél már egy picit nyitottra. Figyelj, én egy nagyon nyitott ember vagyok, tényleg szinte bármire, de azért nálam is van határa. Hát meg tök jól fog mutatni. Figyelj, egy távoli, hang és fény nélküli színpadon, háttal nézve, csukott szemmel, kómában esetleg. Ne légy már ennyire pessimista, majd gyakorlok és majd jó lesz. Hoppá, bocsi. Úristen, bárcsak ne látnám. Fejezd már be! Ez az asztal a színpadon majd úgyse lesz ott, majd gyakorlok és jól fog kinézni. Csabi, lehet, hogy neked ehelyett inkább valami verset kéne szavalnod, nem gondolod? Aha, most szivatsz, ugye? Kezdte, mindig szivatsz. Igen, igen, de most nem, ez tényleg jó, gáz. Miért neked talán jobban megy? Ennél egy végtagok nélküli polip is jobban csinálná, úgyhogy ezt bár nézném, inkább nem teszem, jó? Úgyhogy majd beszélünk máskor. Csumi, nekem dolgom van. Lehet, hogy mégis rá kellett volna venni a Mirát, hogy picit gyakoroljon velem. Jaj, Csabi, annyira nem értesz semmit. Na, puszi. Na, most jobban érzed magad, hm? Hogy jól érzem a magam itthon? Ja, kösz, aranyos, hogy így kérdezik. Nem erre gondolok, hanem a kis kavarásod után. Most jobban érzed magad? Milyen kavarásról beszélsz? Ja, hogy lebukott az egyik rajongod. Senki nem bukott le. Az egészet azért csináltad, hogy mindenkinek megmutass, hogy te mekkora egy ász vagy. Ki mindenkinek? Neked, meg Lillának, meg Rozinak? Hát nektek aztán semmit nem akarok megmutatni, ugye tudod? Akkor miért csináltad? És a te kis játékod mire volt jó? Milyen játékom? Nem volt semmilyen játékom. Jaj, nem mondd már. Én vagyok a királylány, mindenki értem, rajong. Ó, és talán zavar? Nem, egyáltalán nem zavar, mert tök viccesnek tartom, érted? Szánalmas, kamu az egész. Kamu. Milyen ismerős ez a szó. Te kezdted az egészet azzal, hogy Botondot, meg Ricsit is azzal hülyítetted, hogy nekem mennyire tetszenek. Egyáltalán nem erről van szó. De pontosan erről van szó. Nem, arról van szó, hogy nem bízol bennem. Hát ezek után nem is fogok, már ne haragudj. Minden titkodat 5 perc alatt megtudom. 5 perc alatt. Igen? Aha, most is a gondolataidban olvasok. Ó, és most mit fogok csinálni? Hát ahogy ismerlek, mivel ennyire kiszámítható és totál átlagos vagy, valami nagyon átlagos dolgot. Na! Ez volt a legátlagosabb dolog, amit csinálni tudtál. Te meg lehetnél átlagosabb, mert tudod, mi vagy egy büdös paraszt. Igen, egy büdös paraszt, te meg egy sunyi paraszt vagy. Szerintetek haragszik Lara? Hát, szerencséd van, ha csak haragszik. De ezt hogy érted? Hát úgy, hogyha az én pasim lennél, akkor valószínűleg megöltelek volna. De nem csináltam semmit. Az nem semmi, hogy hazakíséred Mirát, és ölelgeted. Ja, nálam sem éltél volna sokáig, csak mondom. De értsétek már meg, megbotlott, megsérült, én meg csak felsegítettem, és hazakísértem. És az ajtónál?
Ott csak megfogtam, hogy el ne essen. Ő kérte meg, hogy megfogd. Igen, de nem értem, hogy ezzel mi a baj. Pasik, ti soha nem veszitek észre, hogyha valaki manipulál titeket. Tényleg soha. Elköltözöm. Nem már, hát most békültünk ki. Te ezt annak nevezed? Ja, kicsit levezettük a feszkót. Oké, Mira, de én nem akarok egy olyan lakótársat, aki éjszaka kifaggat, meg hagyjuk is azt az estét szerintem. Mi lesz a következő? Majd egy párnát nyomsz az arcomra? Hülye vagy? Költöz már el. Nem akarok egyedül lakni. Csak viccelek, meg amúgy is nem faggattalak ki. Most szivatsz, ugye? Ott érdeltél mellettem, és kérdéseket súgtál a fülembe, mint egy kísértet. Jó, próbálkoztam, de nem mondtál semmit, csak már amikor hülyeskedtél. Akkor miért mondtad, hogy soma? Kifaggattam egy kis Maltek zseni gyógyökeret a büfébe. Tudod, nekik ilyen fotomemóriájuk van, és én mondta, hogy soma volt ez. De azt is mondtad, hogy láttad valakivel. Ja, azt csak így betippeltem. Gondoltam, csalja Rozit valakivel, vagy ilyesmi. A hülyeség. Igen, de én is őszinte voltam, úgyhogy most már te jössz. Mit láttál, Somát? Igen. Kivel? Senkivel. Nem vagy őszinte, pont ez a... De az vagyok! Akkor? Láttam Somát a folyósón, és volt egy fura dolog. De mi lehetett annyira fura, hogy majdnem megfulladtál? Most muszáj elmondanom? Hát... Hát... itt volt egy kis árnyék. Itt. Ne! Na, pont azért nem akartam elmondani, mert tudtam, hogy az lesz a reakciót, hogy... Ne! Egy pillanatra azt hittem, hogy bepisílt. Úristen, de ciki! De nem szivathatod vele, sőt, erről soha többet nem akarok beszélni. De, Laura, csak egy kicsit, ez mennyire gáz? Szerencsé, hogy nem én láttam, tuti belefulladtam volna a röhögésbe. Ez nem történt meg. Felejtsd el, hogy elmondtam. Jó. Oké, nem mondok senkinek semmit. De ezt nem hiszem el, most komoly. És annyira durva volt, hogy ott állt és ölelte a Mirát. Jól van már, de nyilván nem szedte föl a botondot. Annyira azért nem jó parti. Egyáltalán nem jó parti, de a Mira nyilván megvezette és ő megbevette. Engem is fel akart vinni magához. Micsoda? Ja, a szalagavató táncot próbálni. Csak szólok, hogyha ezt megpróbáltad volna, akkor én már rég nem állok szóba vele. Jaj, hallod, ne féltékenykedj már a Mirára. Nem féltékenykedek rá. Az eszközeire féltékenykedem. Jó van, de mint látod, nem mentem föl, itt vagyok. Bocs. Mi az? Csak nem ő írt, hogy ja, mi lehet a táncpróba? Persze, ő írt. Na, nem nézzük meg, hogy van egy kis tánciad hátul. Gyere már! Ez megvár. Hello! Sziasztok! Sziasztok! Velük mi történt? Nem tudom, azt hittem, hogy már egymás vérébe fognak harcolni. Hát eléggé nem úgy tűnik. Szia, Somi! Gondolod, hogy a Mira képes lenne megvezetni a Larát is? Nem hiszem. Mira azért sok mindenre képes, de Lara már nem venné be szerintem. Nagyon siettél reggel, vagy sikerült mindent elintézni? Mi? Mira, megbeszéltük. Jó, nyugi már. De látom, nem történt semmilyen baleset. Most komolyan nem bírtad volna ki, hogy ezt ne csináld? Nyugi, nem húzom tovább, csak mondtam neki, hogy ügyes vagy. Nincs mivel húznod, mert nem történt semmi, csak én láttam úgy. Jó. Mit iszol? Már semmit. Igen? Jó reggelt! Ja, jó reggelt! Csak azért jöttem már, hogy nem kaptam értesítést, hogy mi lett a múltkori
teszt eredménye. Ja, igen, a teszt. Hogy sikerült kiértékelni? Persze! És akkor van eredménye? Ja, igen, mondani is akartam, hogyha láttalak volna hamarabb, hogy az utolsó óra után gyere be, kérlek, és akkor megnézzük az eredményt, vagyis a következtetéseket. De van valami gond? Ja, nem, nincs semmi. Az jó. Annak örülök. Én is. Akkor utolsó óra után, jó? Oké. Okay. Köszi. Hello. Vigyázz, le fogsz esni. Jó van, Csabi, nem mondod. Nagyon jó, nem? Nagyon. Na, haló! Itt mindenkinek nagyon sok a szabad ideje, pedig lenne ám tennivaló bőven. Hallod, Mira, nekem a világon semmi szabad időm nincs. Sőt, bevallom neked az őszintét, én gyűjtöm a szabad időt, és ez a pici darabka most pont hiányzik a kollekciómból. Nyilván full komolytalan vagy, Csabika. Oké, miben kéne segíteni? Na, most, hogy így kérdezed, akkor elmagyaráznám a szalagtűzés koreográfiáját, jó? Csak azért, hogy ott már ne kelljen bénázni vele. Sőt, mi több? Elkezdhetnénk már most berendezni a terepet a koreográfiának megfelelően. Oké. Minek? Mit minek? Azért, hogy ne legyünk egy klisés átlagos osztály, hanem valami maradandót teremtsünk a jövő diákjai számára, érted? Azért, a szalagavató pont egy megfelelő eseményhez. A következő rész tartalmából. Komolyan nem hiszem el, úgy dirigál, mint valami király kisasszony. Igen, elég félelmetes. Na jó, nem hagyhatjuk, hogy elronts az utolsó gimis évünket. Azért ez túlzás, csak a szalagavató. Jaj, a szali a vit. Na jó, szerintem az is elég. Mi ez a téma komolyan? Téli kastély. Nem valami érdekfeszítő. Hihetetlen. És egyáltalán nem érdekli, hogy senkinek nem tetszik az a hülye gyertyás koreográfia. Csak a saját véleménye számít. Na jó, ezt nem hagyhatjuk. Komolyan mondom, nem hagyhatjuk. Annyi jó téma van, amit nem lehetne kihagyni. Ezt hogy érted? Úgy értem, hogy átszervezzük a szalagavatót. Soha, ott csak vár az üres szoba. Örülj ki, ez jó lesz meg.